Köszöntöm kedves vendégeinket itt a tárlakszalomban. Rövid időn belül én már másodszor is Jankovics Marcel Kossuth díjas grafikus művész munkáival ismerkedhetünk meg, és láthatjuk itt. Az elmúlt alkalommal a Gesta Hungarorumból volt itt egy válogatás, most pedig a 99 magyar népmeséből. De abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az előző kiállítás anyagát nem kellett sehová sem vinnünk, és a kis teremben 18 képet még ott el tudtunk helyezni, azok számára, akik esetleg nem voltak itt, és nem volt lehetőségük megnézni. Kedves vendégeink, a mai kiállítás megnyitónkat egy kis zenei műsorral kezdjük. Kérem, hallgassák meg Csizmadia Katalin fuvola és Málnai József zongora előadását, mindketten a Dorogi Zeneiskola tanárai. Thank you.
köszönjük szépen, és most Kulcsár Elek Csilla, óvónő, az Esztergomi Klub színpad tagja következik. A helyhez és a kiállított képekhez igazodva és ihletve egy népmesét mond el nekünk. A Rátóti csikótojás. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy Rátót nevű község. No hát ott, amint a csősz a mezőn sétált, hát egy nagy úri tököt tanált. Tyű! Fejkomatta teremtette! Hát ez még mi lehet? Körbe járta, nézegette, de csak nem tudta, mert hát olyan hosszú fehér tököt, főzni való tököt, azt már látott. De ilyen nagy úri tököt még soha életkibe. Na hát még egyszer körül járta, meg es kopogtatta, sőt még a lábával egy kicsit meg es rugdosta. De csak nem tudta kitalálni, hogy mi lehet az. Na, így aztán gondolt egyet, a hunya alá kapta, azt arra gondolt, hogy beimegy vele a faluházára, hát, ha ott meg tudják mondani, hogy mi lehet. No, el is indult, azt közben beétette a tarisznyájába, no, azt éppen jó, akkor érkezett meg, mert hát a faluházán éppen együtt volt a kupak tanács. Ott aztán fogta, letette az asztalra. Hely, a nagyurak is ott aztán nagyon elszörnyűködtek, hogy mi lehet ez. Nézték ők is, erről is, arról is. Ez végül a legidősebbik szólalott meg. Hát, én már sok mindent megértem, de az, hogy ez mi lehet, hát nem tudom. Na, erre aztán jött azok korban a következő. Az is nézte, nézte, az is azt mondotta. Hát biza, én is sok felét jártam már, de ilyet én még nem ettem. Erre néztek a korban megint következőre. Az es felállott, azt mondotta, hogy hát, én se vagyok már mai gyerek, de hogy ez mi az Isten csodája, hát én se tudom. No, erre már a bíron volt a sor. Felállott, az is odament az asztalhoz, körbenézte, meg ezt szagolgatta, az is megkopogtatta. Egyszer csak a fejére csapott, hogy hát emberek, hát mi más lehetne ez? Hát az alakja is mutatja, hát tojás! No, erre aztán ezt a csősz is megtámogatta, mert azt mondotta, hogy még egészen meleg volt, mikor félvette a földről. No, erre aztán mindenki egyetértett, hogy persze, hát ez csak és tojás lehet. No, de hát ugye a bíró, okos ember, hát azért bíró, azt is tudni akarta, hogy ez miféle tojás. No, megint jöttek az előjárók. Az egyik azt mondotta, hogy hát ez biza sárkánygyíké. Megijedt az mindenki. A következő azt mondott, hogy hát lúdvércé. No, de a csősz megint azt mondotta, hogy akkor, amikor ő erre járt, amikor ezt tanálta, hát valami hosszú farkú, még sörényes, nagy állat rohant el arra. Hát ugye akkor még Rátót környékén nem volt ám ló, még csikó. Akkor még szekérrel húzták, a szekeret még ökrök húzták, sőt, még a lakodalomba is ökrös szekérrel vitték a menyasszonyt. De hát a bíró már látott lovates, meg csikótes. Így aztán rögtön mondta, hogy hát milyen tojás lehetne ez? Hát csikó tojás! Hát mi más is tojhatna nékünk ekkorát, mint egy csikó? No, ezzel aztán mindenki egyetértett. Helyes éltek az előjárók, hogy bizony ez csikó tojás lesz. No, de hát most megint ott volt a kérdés, hogy mit csináljanak véle. Hát nékik nincs olyan csikójuk, ami ezt kiköltené. No, megint a bírónak volt ám jó ötletje. Azt mondotta, hogy hát költsék ki ők maguk. No, jó példának okáért, legelőször ő ült rá a tojásra. Egy egész napon ott ült a tojásom. No, következő nap a legidősebb, aztán meg a következő, így sorba mindegyik. Igen, ám, most is ott ülnének még ezek a tojáson, ha csak a szomszéd faluba rebesgetni nem kezdték volna, hogy a Rátóti kupak tanácsra rázápult a csikó tojás. No, az előjárók, amikor ezt megtudták, elkezdek sutyorogni egymás között, hogy ők aztán nem ülik most már senki lova tojását.
Hely, nagyon elszomorodott a bíró, mert ő már szentül meg volt arról győződve, hogy abban a tojásban a kicsi csikó már mozoges. Oda tette a fülit is, rátette a kezit is, érezte, hogy mozog benne a csikó. Hát oda mentek az előjárók is, azok közel mentek hozzá, de hát azok még az órukat is befogták, mert érezték a bűzit ennek a tojásnak. Így aztán mit volt mit tenni a bírónak, és hát beleegyezett abba, hogy fölvigyék Rátót legmagasabb dombjának a tetejére ezt a tojást. Aztán, amikor már fölvitték, összegyűlt a falu összes népe. A legkisebbtől a legnagyobbig mindenki, apraja, nagyja. Aztán, amikor már mindenki befogta az órát, hát akkor elkezdték lefele gurítani a csikótojást, afelé, a falu felé, amelyik a rátóti kupak tanács kinevetésibe a legnagyobb hanggal volt. No, a tojás gurult lefelé a domboldalon, addig, amíg egy rekettye bokorba belei nem gurult. No, ott aztán neki ment egy kőnek, azt ripityomra törött. No, de ebbe a pillanatba a bokorból egy kicsi nyulacska eskiugrott. Hely, az egész rátóti falu elkezdett kiabálni, hogy juhé, hát ott fut a kicsi csikó, hát utána, hát fogjuk meg, fut a kicsi csikó. Na erre az egész falu futott a kicsi csikó a nyúl után. Csak a bíró maradott ott fönt a domb tetején, az nagyokat sóhajtva mondogatta, hogy hely, hát mondtam én, hogy már mozog az a kicsi csikó ott a tojásba. Hát, miért nem ültük még azt a tojást még egy-két napon által? No, hát, ha az előjárók még ültek volna rajta, akkor bizony az én meseim is tovább tartott volna. Köszönjük szépen! És most tisztelettel felkérem Sajnovics Péter festőművész urat, ajánlja figyelmükbe a képeket, és nyissa meg a kiállítást. Jó estét, gyerekek, jó estét, felnőttek! Ma este Jankovics Marcelről és a magyar népmeséről fog mesélni nektek. Hát a népmesék a magyar nép lelkének legértékesebb kincsei. Ez még így zárójelben megjegyzem, hozzátartoznak a népdalaink is, és a népművészetünk is. Ezek szerves egységet alkotva, tulajdonképpen egy és ugyanaz, egytőről fakad az egész. A népmesék eredetéről keveset tudunk, visszanyúlnak a kereszténység előtti ősvallásig, a hiedelmek, a mitoszok világába. Állandóan formálódott, de nem csak a világban formálódtak, hanem a lelkekben is tovább formálódtak. A mesék a hagyomány által megszentelt tudás hordozói, és nem csak vigaszt és bátorítást adnak, de lelki és fizikai fájdalmakat is enyhítenek, segítenek tájékozódni a bajba levő embereknek. Gyógyító erejük van. Erkölcsi mentális tanítások hatalmas jelentőségű örök igazságokat közvetítenek. Ember formáló ereje akkor mutatkozik meg, amikor az ember megvalósítja a saját életében is, élővé teszi, kibontakoztatja a szimbólumokba kódolt üzeneteket. Maga is felül a tátos paripára, megmászta az égigőrő fát, átkel a folyón, kiszabadítja a királylányt, elhozza az életvizét. A meséből egy meditációs jelképrendszer bontakozik ki, és ez az energia, amely a mesehőst vezeti a cél elérésére, például a királylány kiszabadítására, a férfi és a női minőség egyesítéséhez. A népmese nem csak gyermekeknek, hanem felnőtteknek is szól, és ez nagyon fontos. A hősök mindig a legkisebb fiú, a legelesettebb testvér, a disznóval varázsolt királyfi, a gebeló, stb. Hogy a próbákat kiállva elérjenek a legmagasabb szellemi fokozatot. Ahogy a nagy garabonciás költő mondja, alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. És ez a lehetőség ilyen csoda hagyományjal mindannyiunk nagy-nagy ajándéka. Na most Jankovics Marcell még elmondanám, hogy hát ő egy egészen nagy formátumú, jelentős kortárs, összegző gondolkodó művészünk, akinek itt megcsodálhatjuk ezeket a kis remek műveit, amiknek még külön értéke és varázsa,
hogy nem csak a meséket illusztrálja, hanem a mesékhez tartozó és a mesékre egytőről fakadó magyar népművészet kincseit és gyökereit is. Például egy-egy képen feltűnnek a pásztorfaragás remekei, ott egyik békéssavai faragott tükör, szarúból faragott kürtök, székelykapuk, faragott székelykapuk, rüzsírtartók, és ezeket szépen a mesével egybeolvasztva, szerves egészébe formálja meg. Tehát nem csak illusztrál, hanem egy képírásról van szó, ami kicsit több, mint egyszerű illusztrálás, sőt sokkal több, egy teljes egész, ami a hagyományunkat, az ősvallásunkat, az ősi mitoszainkat örökségként ő tovább örökíti ránk, és itt csodálhatjuk ezeket a gyönyörű képeket. Sajnos ő most a betegsége miatt nem lehet itt közöttünk, de hát itt a képei közvetítik az ő szellemiségét és ezt a csodálatos világot, amit ő így ránk hagyományozott, úgyhogy kérem, nézzék szeretettel ezeket a képeket. Kedves vendégek, hogy megint szépen eljöttetek, nagyon örülök neki, és ez azt jelenti, hogy ez a kiállítás is megnyertett a tetteteket. Nagyon örülök számomra az, hogy például pénteken Neszfényből 29 gyerek fog jönni autóbusszal, rá egy pár napban megint Neszfényből 25 gyerek jön, akik itt fogják tartani a rajzórájukat. És ez volt a fő célja a szalonnak, hogy a gyerekeket bevonni, itt órát tartani, a tanárok órát tartsanak, szeretnénk csinálni kis meseestet is, tehát szintén úgynevezett kihelyezett magyar óra lenne itt a Jankovicsi képek között, tehát talán remélem, hogy idén beindul a szalon élet, és legnagyobb öröm az, hogy a gyerekeket sikerült bevonni, és ide csábítani, ide hozni őket, és ismerjék meg a tényleg a akár a esztergomi művészeket, illetve, hogyha lehetőségük van rá, akkor kitekintve tényleg, hát én nagyon Magyarország és tényleg Európa nagy jeles művészeit is. Köszönöm szépen, most már akkor átadom önöket a képek megtekintéséhez és egy kis beszélgetéshez. Köszönöm szépen.